2023-24-es tanévet ma tanévító szentmisével. Szentmisét tartunk, és utána a tanévító ünnepségünk lesz. Nem lesz könnyű ez a tanév sem, azt gondolom. Vannak újdonságok, amelyek ebben a tanévben kell, hogy szembenézzünk velük. Például az 5 éves technikus képzésünknek a 4. évében tartanak a diákok, és itt 3 tantárgyból előrehozott érettségit fognak tenni ebben a tanévben, és a következő tanévben pedig idegen nyelvből és a emelt szintű szakmai tantárgyból. Azt gondolom, hogy ez nekik könnyebbség lesz, hiszen nem egy napon kell, vagy egy tanévben kell teljesíteni az érettségi követelményeket, hanem 2 tanévben. Viszont nekünk ez egy nagy szervezési feladat lesz, ez egy kihívás, de azt gondolom, hogy mint minden évben ennek a kihívásnak is eleget fogunk tenni. A 9. évfolyamban 70 tanuló iratkozott be, és érettségi utáni képzésben pedig közel 30 tanulónk van. Ők nappali tagozatosak, és közel 70 esti tagozatos tanulónk is lesz ebben a tanévben. Az iskola számomra egy teljesen új közeg, mint az általános iskola, hisz ide a gyerekek úgy jönnek, hogy teljesen más mentalizmussal, teljesen más életkedvel szerintem, ugyanúgy ez évről évre halad. Ez az iskola rövidesen annyit mond el magáról, hogy egy nagyon befogadó közösségre lehet szert tenni, családias hangulatban, légkörben, és nagyon befogadó és szeretetteljes iskola. Mindig vannak nehézségek, de azt gondolom, hogy a tanulók ebből sokat nem éreznek. Ez a mi feladatunk, hogy ezeket a nehézségeket gördülékenyen megoldjuk. Tavaly például ugye rövidített tanórákkal tudtunk egy téli időszakot átvészelni. Nagyon-nagyon szépen elfogadták, teljesítették ezt. Azt gondolom, hogy bármi más nehézség jön, ők rugalmasak lesznek, és mi is. Mint mindig, most is a szociális érzékenység az, amely az iskolánkat jellemzi. Nagyon odafigyelünk a tanulókra, nagyon közvetlen kapcsolatot tudunk velük kialakítani, és azt gondolom, hogy ha a tanulók bíznak önmagukban és az iskolában, akkor egy olyan közös munkát tudunk az évek alatt folytatni, amellyel ők egy igazi magyar állampolgárok lesznek.